Ropogtak a fahasábok a bográcsok alatt a závodi forgófesztiválon. 19. alkalommal rendezték meg a faluban a népszerű eseményt, ahová nem csak a község lakosai jöttek el, hanem a környező településekről is érkeztek résztvevők. A program fő eleme a főzőverseny, amire előszeretettel neveznek be az indulók, van, aki kezdetek óta megméretteti magát. Most már 19. alkalommal főzünk. Volt olyan év, igaz, ami kimaradt, de csak azért, mert az édesapám hintózik itt, és akkor neki segítettünk. Vannak osztrák vendégeink, az édesanyámnak a férjének ünnepeljük a születésnapját, egy ilyen meglepetés születésnap, amiről ő még nem tud, mert utána csütörtökön érkeztek, és most fognak érkezni a rendezvényre, úgyhogy torta van rendelve neki, maralábszár a kedvence, úgyhogy azt fogunk főzni. Volt olyan résztvevő is, aki minden évben igyekszik valamilyen kuriózummal elkápráztatni a zsűrit. Igazából závodiak vagyunk, és minden évben jelen vagyunk a falunapon. A család szinten szoktunk itt lenni, de nagyon sok barátunk is el szokott jönni ide a falunapra. Most az utóbbi években én főzök már, tavaly egy marrapörköltet főztem, és mindig belevizek egy kis csavart. Tavaly Szilvalekváros volt, a marrapörkölt úgy készült, idén pedig egy áfonyás szarvast készítek. Mindig jó hangulatba telik el az esemény, együtt vagyunk, és így összegyűlik mindenki. A pörköltek mellett egy igazi ételkülönlegesség is színesítette a repertoárt. Ez egy sokácbab, mohácsi különlegesség, ott kezdték el annak idején először ezt készíteni. Ugye a parasztok annak idején, mikor nekiálltak kapálni a sorba, odarakták a tűz mellé. Mivel ez saját magát forgatja, nincs vele sok dolog, nincs vele sok művelet. Gravitáció, fizika, cirkulál benne a kaja. Igazából csak egyszer rá kell kóstolni, utána fűszerezni, és elkészül saját magába. Völgységjava igazából, tehát kisvejke, mucsfa, lengyel, én jelenleg Cikón lakom, de én is kisvejke jövök, tehát szomszéd faluból jöttünk. A zsűri egyik tagja folyamatosan járta körbe a főzés helyszínét, hogy a bográcsokban rotyogó ételeket elkészítés közben is lássa. Hát elsősorban, ugye először az ember szemmel eszik. Esztétika, íz, harmónia, adalékharmónia, állag. Azt hiszem, hogy elég is lesz ennyi, hogy eldönteni ezt a sokat, mert elég sok főző van. Tudomásom szerint 26 vagy 27 bográcsban rotyog a finomabbnál finomabb kaja. Závod polgármesterét a bogrács mellett állva találtuk, ő is benevezett a versenyre. Stábunknak elmondta, hogy a 20 évvel ezelőtt megálmodott fesztivál minden évben teljesíti a hozzáfűzött reményeket. Összehoz baráti társaságot, rokonokat, civileket, sőt a vállalkozói szférát is egy kicsit egy olyan napra, amikor nem a munkáról szól a mindennap, hanem kicsit a kikapcsolódásról. Az idei évben 26 főzőcsapat nevezett, és a legnagyobb szerénységgel mondhatom azt, hogy én azt gondolom, hogy a környék legszínvonalasabb és legnagyszerűbb rendezvénye. Ezt mutatja természetesen a főzőcsapatoknak a száma is, a nagy száma. Ez a 26 csapat kényelmesen, barátságban, jó hangulatban itt elfér egymás mellett. És túl azon, hogy szabadtűzi bográcsi tejfőző versenyről van szó, egész napos kulturális programok színesítik az esemény színpadi produkciótól egészen hajnalig tartó programokat hallhatunk, láthatunk, és természetesen párhuzamos programjaink is vannak, ami családosoknak, gyerekeknek, felnőtt résztvevőknek nyújt egy kis pluszt. Nagyon szép ásványkiállítást hoztunk idén a fesztiválra. Talán ez az első olyan esemény, amikor nem az volt az elsődleges szempont, hogy még egy lapáttal tegyünk rá, vagy még emeljünk a színvonalán, hanem inkább az volt, hogy tartsuk meg a tavalyi színvonalat, tartsuk meg azt a közönséget, akit minden évben ellátogat hozzánk. Természetesen vannak törzsgyökeres kezdő résztvevők is, illetve olyanok, akik már 20 éve velünk főznek, és itt oszlopos tagként emelik a napnak a színvonalát. Az ételek tekintetében voltak elvárások és kritériumok, ezek alapján lehetett fakanalat ragadni a nevezőknek. Nagyon fontos feltétel, hogy szabadtűzi bogrács étel főhet, tehát ami bográcsban és szabadtűzön elkészíthető. Zömében pörköltek, de ennek rengetegféle változata.
vannak vadas ételek, sertés pörköltek, van halászlé is például, és mindenféle finomság. A nap folyamán a színpadon hagyományőrző egyesületek léptek fel, este pedig koncert várta a fesztiválon résztvevőket.